Vissza kellett őket tartani, hogy ne korábban csapjanak ki az ellenségre, és ne rendetlenkedjenek, hogy úgy mondjam, az igazi magyar huszár virtus parancsnék. Igen, hát ez a fegyvernemnek a sajátossága is úgy volt. Van. Úgy van. Részben. A másik pedig, hogy hát azért a mi gyalogosaink is keményen ki voltak képezve, ritka. Persze. Ez most csak azért érdekességnek mondtam, van, hogy, ez, igaz. Hogy ez egy jellemző magatartás volt a huszároknak. Fogunk egy óra múlva. Egy kis bemutatót tartani. Tibor, hadd kérdezzem meg, mit csináltak a huszárok, hogyha vége volt egy rohamnak, végigfutottak mondjuk egy falvakon, vagy stb. És ott ilyen ekkora legényeket találtak. Megkeresték a szüleiket. Kérlek szépen, be tudsz mutatkozni kicsit. Középpont kérdése. Ákos, itt maradsz velünk addig? Csak ne sírjál, nem kell sírni, érezd jól jó, magad. Gyere, itt figyelünk, rád, és biztos, hogy meg lesznek kapujék, jó? Lajos, közben hadd kérdezzem meg, hogy a huszárpróbákat már próbáltad végrehajtani? Még nem. Nem. De szeretnéd? Igen. Nem sokára arra is sort kerítünk, egy pár perc múlva folytatjuk a huszárpróbákat is. Kérem zenész barátaimat, jöjjenek a színpadra, egy kicsit zenéljünk. Hát története nem 48-48-48-a kezdődik, hanem már végén pedig. Ugye, mikorra tehetője az a kor? Neked kell fölírni, vagy húzok?